Csíkszeredától mintegy 70 kilométerre a Gyimes völgyének egyik szűk leágazásában húzódik a mintegy 650 lakosú kóstelek. Sofőr és autópróbáló meredek köves úton ereszkedhetünk be a faluba. Télen egy-egy nagyobb havazás napokig elszigeteli a falut a külvilágtól. Aki bemerészkedik a meredek oldalak közé, meleg szívű magyar emberekkel találkozik. Az iskola viszont román tannyelvű, heti 3 magyar órát engedélyeztek. A gyermekek délutáni fakultatív foglalkozásokon pótolják, amit nem kapnak meg az állami oktatástól. Itt formálódnak a világról alkotott alapvető fogalmaik. A magyar kultúra úgy, ahogy van, hiányzik. Éva és András 7 éve költözött kóstelekre, mindketten tanítóként dolgoznak, magyar nyelvet, irodalmat, történelmet, számítógépkezelési alapismereteket tanítanak. A délutáni alkalmakat inkább személyiségfejlesztő játékokkal töltik, a heti rendszerességű táncpróbákon pedig kizárólag hagyományos gyimesi táncokat és énekeket oktatnak. Tehát rájöttek, hogy nincs azzal se semmi baj, ha valaki magyar, magyarként is lehet élni, meg elérni ezt-azt. Persze attól tudjuk és ismerjük a román nyelvet is, de hogy úgy érzem, hogy egy kicsit megállt az a tendencia, hogy most elrománosodjanak teljesen. Már nem, még mindig jó nagy presztízse van a románnak, de nem a magyar nyelv rovására. Bár a szőlő nem terem meg 100 kilométeres körzetben, szüretibált minden évben szerveznek. A gyermekekből szervezett tánccsoport sikere megbecsülést hozott az új divatok miatt háttérbe szoruló hagyományos zenének és táncnak. Néhány év alatt elérték, hogy a szintetizátoros zenekar és a vonós gardonyos banda felváltva szórakoztatja a bálozókat. A középkorúak inkább a könnyebb műfajra mozdulnak, de egyre erősebb a gyimesi táncrend iránti lelkesedés. Tervezni, nagyon jó, vicces, néhány tánc nagyon vicces. A helyszagban is van olyan. Attól függ ki, hogy járja. Például a nagyobb fiúk, ők cifricsak. Sok vicces dolgot beletesznek még a nagyobb fiúk. Azért, mert amikor táncolunk, akkor mindent elfelejtünk, és úgy érezzük, hogy teljesen kikapcsolódunk, és az jó érzés nagyon. Megtetszett, amit tanítottak előre, néztük, hogy ezt mi nem fogjuk tudni megcsinálni. Mikor több táncpróbára bejöttünk, akkor nagyon megtetszett, és azóta járunk. A legkitartóbbak másnap délben sem tudták abba hagyni. A 83 éves Anna néni kapott az alkalmon, fordult egyet a hajnalozókkal. Minden vasárnap délután, akkor nem volt a kultúrház még. Voltak csürök, házok, udvarok, de mindig tánc volt. S mi ott még tanítottuk, s énekeltünk, s táncoltunk velük. Akkor így megtanultam, és gondolom, hogy már kicsikét tudja tovább, maszkot már tanítsa. Nem tudom, mi az, mikor tanultunk ott meg, mi a hegyeken, a marhák mellett tanultunk meg. Ott szöktünk eszer, táncoltunk, s mentünk a fonókba, s táncoltunk, s ide került szerencsénkre András, és aztán ő vette be a nagyjából, úgyhogy most aztán ilyen mulatok. András örült a lehetőségnek, hogy Gyimesben telepedhet le. Magánemberek és szervezetek pedig komoly adományokkal segítették munkájukat és a falut. A tanítói lakrész felújítása után jól felszerelt osztálytermet alakítottak ki. A télen-nyáron használható közösségi házat pedig most a szüreti bál előtt avatták fel. Eddig az egész faluban nem volt egy kulturális és közösségi események lebonyolítására egyaránt alkalmas hely. A keresztelőkön és névnapozásokon túl itt gyakorol a Szellő néptánccsoport, amely már 3 korcsoportban működik. Azt látom, hogy rettenetesen élvezik, nem tudják, de viszont élvezik, meg bennük van. És akkor próbáljuk ki, és próba a hétvégén, ami reggelig tartott, s vittem gardon, s énekeltünk, stb. És körülbelül eltelt 3-4 hónap, amikor oda kerültünk, hogy már otthonról kezdték visszatanulni a dolgot, tehát jöttek és mutatták, hogy András, otthon tanultuk ezt a figurát, vagy nem tudom, és az úton ez ment, és a kocsmába ez ment, és mindenhol ez ment, és egy év múlva mondhatni ilyen anyanyelvi szinten táncoltok. Ez viszont az kellett, hogy tényleg bennük volt, tehát nem kellett egy percig, egy pillanatig sem erőltetni ezt a dolgot, bennük volt, csak ki kellett hozni.
7 évvel ezelőtt mintegy 20 gyermekkel indult a tanítás, mára szinte a falu összes fiatalját sikerült bevonni, több mint 50-en vannak. András szerint a népi kultúrával, ha minőségi szemlélettel közelítik meg, bárhol meg lehet fogni a szétszóródó falusi lakosságot. Ez lehet az alternatíva a gyerekek számítógéphez kötött mozgáshiányos életformájára. Ha a szokásos, számonkérő oktatási stílust háttérbe szorítjuk, a gyermekek természetes közegükként fogadják el a táncos együttléteket. Szoros baráti kapcsolatokat alakítanak, a közös élmények életre szólóak, ami megalapozza, hogy a lakosság valódi közösséggé váljon.